2020 márciusában sürgős egészségügyi intézkedéseket igényelt a SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 pandémia megfékezése, mely váratlanul tört az egész világra. Újszerű, ismeretlen jellegével általános félelmet keltett, és sok ember halálát követelte. Idén nem az április ifjakat ünnepeltük, hanem az egészségügyi dolgozókat, akik a legnagyobb járványveszélyhelyzetben is helytálltak értünk. Önfeláldozóan és jól szervezetten. A mentősök és a kórházi dolgozók 8 nappal látéve küzdöttek a fertőzött betegek megmentéséért. Magas szakmai felkészültségüknek köszönhetően áprilistól kezdve már a betegek egyre nagyobb számú gyógyulását ünnepelhettük országszerte. De ezekben a sötét időkben is mindannyian bíztunk abban, hogy minden hajnal új reményeket ébreszt majd a szívünkben. Az idei húsvéti ünnepeken a nyuszi és a tojás mellett a maszkok is kötelező kellékekké váltak. Minden nap felkelte, a lelkünkben is újabb kihívásokat ébresztett. Napról napra újabb nehézségekkel küzdöttünk meg a karantén idején. Az egész országban és a fővárosban elrendelt kijárási tilalom idején jelentősen lecsökkent a közúti forgalom, és ennek köszönhetően a smog is. Gyakran úgy érezhettük, hogy semmi okunk sincs az ünneplésre. De a természetnek annál inkább, mert végre újra élett. És nem csak a tavasznak köszönhetően, hanem azért is, mert mi emberek végre békén hagytuk egy kicsit. Újra sarjadtak a fűszálak a réten, újra élett az erdő a tavaszi szélben. Lágyan sosogtak a zöldelő fák, és minden korábbinál harsányabban csicseregtek újra a madarak, visszahódítva a parkokban is jogos lakóhelyüket. Újra élettek a tavaink, tisztábbak maradtak a vizeink, és újra táncot járhatott hullámaikon a napsugár. A tavaszi napsugarakkal együtt végre megcsillanhatott a remény arra is, hogy a járvány hamarosan lecsenghet, és a várva várt szabadság újra eljöhet mindannyiunk számára. A ballagás nélkül, de kötelezően mozgón érettségizők boldogan ünnepelhették az életre szóló emlékezetes írásbeli vizsgák végét, és egyúttal életük új korszakának kezdetét is. A szülinaposok új és leleményes megoldásokkal ünnepelhettek együtt közösen a barátokkal és a távoli családtagokkal. Az unokák segítségével a szupernagyik is lelkesen megtanulták az internet és a Skype rutinszerű használatát, így sokkal többet találkozhattak egymással virtuálisan, mint a karanténkorszak előtt. Persze a szülinapi gyertya elfújása nem is olyan egyszerű maszkban, mint anélkül, de legalább viccesebb. Mivel a cukrászdák zárva voltak, ezért ismét felelevenedtek az otthon készült finom házi sütik és házi torták varázslatos ízvilágai. Megpróbáltuk megidézni Köbükit, hát ha nekünk is sikerül a küld, fény, post módszerével tortát küldenünk a nagyéknak. Az együtt töltött vidám ünneplések mindannyiunk számára feledhetetlen, örök emlékek maradnak. Különösen azért, mert még a cicánk is jót bulizott.